kisruhák már arra várnak, hogy rövidesen új gazdára találjanak. A Bátorszéki Gondozási Központban ilyen tájt már készülődnek a karácsonyt megelőző jótékonysági akcióra. A csomagok az ünnepeket megelőző napokban jutnak majd el az illetékesekhez. Az idei évben is, mint ennek már sok-sok éves hagyománya van, karácsony közelettével szeretnénk megint adománygyűjtő akciót szervezni az önkormányzattal közösen, illetve hát a gondozási központ. Amiket mi várunk, vagy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha eljuttatnának hozzánk azok a gyermekek részére játékok, mesekönyvek, édesség, és a családok részére pedig tartós élelmiszer. Itt gondolok legfőképpen ugye cukor, liszt, és a konzervek, amire májkrém, készételek, amire nagyon nagy szükségünk lenne. Az adományokat, amiket természetben jutatnak el hozzánk, azt a Gondozási Központ Budai utca 21-es épületében várjuk december 13-áig, és igen, mi fogjuk a kollégákkal összeállítani ezeket a csomagokat. Ennek két formája lesz, ugye külön összeállítunk csomagokat a rászoruló gyerekek részére, illetve a családoknak, egyedülállóknak, azoknak, akik krízis helyzetben vannak, nehéz helyzet állt elő náluk, és az ő részükre is szeretnénk tartós élelmiszerből összeállítani egy csomagot. A felmérések szerint élelmiszercsomagból 160-at készítenek majd össze a szakemberek, míg a jelenlegi tudás szerint 110-120 kisgyerek számára állítanak majd össze ajándékokat. A gyerekek esetében ugye a legtöbb a gyermekjóléti szolgálat ellátásában van, és hát a kollégák a beszélgetések során igyekeznek mindig kideríteni azt, hogy mire vágynak, hiszen ők ilyenkor írnak a télapónak, a Jézuskának, mik a kis vágyaik, miket szeretnének. Nagyon sok család nem tudja megvásárolni azokat a dolgokat, amire a gyerekek vágynak. Most ne arra gondoljunk, hogy ezek valami hatalmas nagy dolgok, de például egy színes ceruza, egy kifestő, egy mesekönyv, egy kis püss játék, és igyekszünk mi ezeket a csomagokat akkor személyre szabottan összeállítani a gyerekeknek, hogy tényleg nagy legyen a boldogság, amikor megkapják. Az ajándékcsomagok csak a segítség egy formáját jelentik. Emellett az önkormányzat már évek óta működtet egy számlát, melyre pénzbeni támogatásokat várnak. 2019 év végén Bátorszék város önkormányzata karácsonyi adományokhoz kapcsolódóan létrehozott egy elkülönített számlát. Erre a számlára lehet a pénzbeli adományokat utalni, illetve Bátorszék város önkormányzatának van egy természetbeni kerete az ilyen családoknak a támogatására. Szintén több éves hagyománya van itt a településünkön. Németh Nándor vállalkozó, aki december 24-én a rászoruló családoknak az ő barátaival, ismerőseivel mindig nagy mennyiségű ételt főz, egy tál ételt, amit december 24-én már reggel 8 óra óta átvehetnek azok, akik szeretnék ezt igénybe venni. Meleg ételből mindenki igény szerint vihet haza. Tehát ha valakinek több szeméről is gondoskodnia kell, akár több adag meleg étellel is távozhat. A rászorulóknak szánt élelmiszert és játékot, gyerekruhát a Bátorszéki Gondozási Központba várják a szociális szakemberek. Ezekből összeállítják a csomagokat, majd önkéntesek bevonásával juttatják el az érintettekhez.